A Kecskemétől hazai pályán elszenvedett 3 gólos vereséggel zárta a szezont a nyíregyházi csapat, így a búcsú, csak úgy, mint a bajnokság hajrája, hagyott hiányérzetet a szurkolókban és Bécsi János edzőben. Az NKC a bajnoki rajt előtt a 6 közé kerülést tűzte ki célként, akkor még úgy volt, hogy ősztől összevonják a keleti és a nyugati csoportot, ezt végül elérte az együttes. A végső sorrendet látva a bajnok Mezőkövesd, a 2. Békés és a 3. Balmazújváros picit kiemelkedett a mezőnyből, az őket követő trióban viszont biztos helye volt a Nyíregyházának. Lehetett volna jobb is ez a helyezés, már csak abból kifolyólag is, hogyha az utolsó mérkőzést megnyerjük, akkor 4. vagyunk, illetve itt a tavaszi szezon utolsó felében hullajtottunk el olyan pontokat, amik nem voltak betervezve, és hogyha azok létrejöttek volna kisebb akarattal, jobb játékkal, akkor még akár a dobogónak a 3. helye is meg lehetett volna. Egy picit csalódott vagyok, és a játékosok is csalódottak ebből a szempontból. Ténybe kell tudni az, hogy ebbe az évben teljesen új csapattal indultunk neki a bajnokságnak, nagyon sok új játékos volt, és ebből kifolyólag nagyon hullámzó volt a csapatnak a teljesítmény. Tudott nagyon jól játszani és bravúrokat hozni, viszont tudott nagyon bagatell hibákat véteni, és olyan mérkőzéseket elbukni, amit már megnyertünk. Rutintalanság, illetve a fiatal hívnek a számlájára is írható, illetve még úgy gondolom, hogy van jó pár játékos, akinek az ilyen tétmérkőzések még erősek. Ebből tanulni kell, és ebből kell tovább építkezni. Az edző szerint az egész szezon tekintve minden játékosnak voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyei. A statisztika alapján a Varga Lacinak a teljesítménye az egy elfogadható és csapatszinten is egy jó teljesítmény nyújtott. Nála is maradtak még azért bent gólok, de én azt mondom, hogy a stabilitást a csapatjátékában ő az, aki biztosan adta. A kapusaink helye közel hozták azt, amit vártunk tőlük, kisebb-nagyobb megingások azért voltak náluk is, de a két kapus úgy gondolom, hogy kiegészítette egymást. A mezőnyjátékosoknál az átlövők teljesítményével azzal nem voltam megelégedve, tehát nekik sokkal-sokkal többet kellett volna produkálniuk, és úgy gondolom, hogy a gyenge szereplésünknek ez is az egyik legfőbb problémája, hogy ezeken a belső posztokon kevés gól született. A gyors kontrajátékaink, a szélsőink úgy gondolom, hogy éltek a lehetőséggel, és amikor lehetőségük volt, akkor ők hozzá is tudtak tenni. A beálló poszton azt gondolom, hogy a tavaszi szezonra a Székely Nikol egyedül maradt, ő egy jó teljesítményt hozott, és azt teljesítette, amit vártunk tőle, vagy amennyit ki lehetett hozni belőle, azon a poszton kihozta. A csapat május végéig edzésben marad, a tréningeken az erőnlét és az egyéni képességek fejlesztésén lesz a hangsúly. Bár konkrétumok még nincsenek, az biztos, hogy néhányan távoznak, és természetesen érkeznek majd új játékosok is.